Ugye itt nem arról van szó, hogy nincs pénze az államnak, és akkor valamilyen eljárással bevonja a magántőkét, hogy autópályákat építsen. Itt a meglévő autópályhálózatnak a karbantartását, fenntartását is kiszervezi. Holott pontosan tudjuk, hogy az államnak erre van szervezete, tehát lesz egy nyertese majd ennek a projektnek, és az is az állami céget fogja valószínűleg megbízni. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy több ezer milliárdos profitot kiszerveznek gyakorlatilag. És ezzel azért is óriási károkat okoznak, csak egy példaként, mert kizárják a versenyből mondjuk a későbbi ebben a karbantartás felújítás tekintetében azokat a cégeket, akik olcsóbban vagy éppen jobb technológiával dolgoznának. Tehát versenyhelyzetbe kerülhetne egy cég, nyertes lehet egy versenyben egy cég, amelyik sokkal jobb minőségben tudja elvégezni a munkát, de erre nem lesz lehetőség a következő 35 évben. Én azt gondolom, hogy erre nem lehet elég kemény kritikát és elég nagy szavakat használni.